Sziasztok! A mai videóban a szerencsejátéknak ezt a más világát fogjuk megismerni. Tartsatok velem! Játéknak van három fajta fő formái, egyik a kaszinójátékok. A kaszinójátékok alatt azt érthető, hogy van az offline, meg az online póker. Az offline pókert már nagyon régóta őshonos a külföldi, meg a magyar. Manapság ezt ilyen kaszinó termekben, ilyen játékgépeken is lehet játszani. Ott. Így hát szigorúan elmondom, hogy ezt 18 éven felüliek használhatják ezeket, csak 18 év felnőttek. Így hát, aki még nem múlt el 18, persze vannak egyéb olyan témák, akik nem is 18 évesek, és így be tudnak menni a lottozókba megtenni a tippjüket, ezt én elítélem. Hogy így nem lehet játszani, hogy persze van, persze haverom, aztán beengedem, mert hát én ezt tényleg elítélem. Hogy így ezért semmi értelme bemenni a lottózóba, mert fiatalokat is beengednek, és ez szabály ellenes nép szerint. Hát nagyon ezt nem lehet ezt megcsinálni. Na, és akkor erre térjünk rá. Kaszinó játékok, a póker. Pókert én tényleg nem ismerem el, mint úgymond játékot, mert ebbe is bele lehet függeni. Póker függő, hát ezt még nem hallottam sehol, póker függőséget okozhat, mert ha egyszer elmész, jól megszeded magad, utána meg fél hónap múlva a házad se lesz meg, annyira el lehet szállni ezzel a póker függőséggel. Így hát fogom a fejemet, amikor meghallom az ilyen póker függőségeket, hogy már megint mit csinál a pali. Na, mindegy, térjünk rá. A pókernek van offline meg online formája. Sportfogadás pedig, a sportfogadás alatt lehet totót, lottót. Hát, ja, sportfogadás alatt azt érthető, hogy sportelmes eseményeket, nagy volumenű e-sportra is lehet fogadni. Tehát ez alatt 23 sportágra lehet fogadni a szerencsejáték honlapján. Én meg leszámoltam, hogy hány versenyre, eseményre, vagy unblock sportra lehet fogadni. 23 sportágra lehet fogadni. Ez alatt azt vehető, hogy foci, kosárlabda, kézilabda, tenisz, stb. Barátai, és most már így a 21. század vívmánya pedig az az e-sport, az alatt van rengeteg sport az e-sporton belül, a foci, a FIFA, a Rocket League, a Siege, meg ilyen nagy versenyekre lehet fogadni. Persze vannak ilyen mágines hozók, ilyen, hogy megteszik 500 ezer forint, most már nem mondok számokat, ilyen nagy számok, ha megteszi, aztán milliárdos lesz utána a pali, hogy ilyen nagy versenyekre fut, utána meg tesz egy hülyeséget, aztán már el is bukta a pénzét. Én ezt tényleg mindenki felelősséggel csinálja, mindenki nem azt mondom, hogy rengeteg pénzzel tegye meg, hanem minél kevesebbel, hogy ne bukjon nagyot rajta, mert ez lehet a nagy függőségnek a határa, hogy ráfüggsz az adott sportre, ezt mondják szerencsejáték függőségnek, amikor túlságosan hetente vagy naponta elmész tikmixezni. A Tikmix, igen, a Tikmix Csabit ismerhetitek szerintem.
meccs, Balázs Benjamin a legjobb, a többi egy nagy tete szemét. Tips mix szűték. Tips mix! Mindegy, térjünk rá. Amúgy ezt én elítélem, ezt az adott... mindenki csak felelősséggel csinálja, mindenki csak... aki nem zuhan bele ebbe az egészbe, annak azt tanácsolom, hogy ne olyan sokszor tegye meg ne annyi sok pénzzel, mert akkor sokat buk az ember, és akkor ha nem azt csinálja, hogy nem kevés pénzzel, hanem rengeteg pénzzel, és akkor ugye elúszhat az egész háza az embernek, hogy fölteszi még az egész házát is a fogadására, és akkor ugye elbukta. Vagy ha van minimum, vannak olyan nagy szerencsék, én tettem egy meccset, a Real Madrid meccset megtettem, és Hamblok sikerült az a meccs. Azon kívül nem sikerült nekem egy meccse, így hát mindenki felelősséggel, mindenki saját önmaga tervezze meg ezeket, és mielőtt neki teszed ezt a tippet, azelőtt nézzél körül, elemezzél, és bizonyodj meg arról, hogy nem hamisat adsz meg, mert úgy akartam leírni, hogy ne rossz tippet adj meg, mert akkor elbuktad a szelvényedet, és akkor így ennyit erről. Többet nem akartam mondani. Na, régebben politikai célokra is használtak a választásokra hasonló ez az egész rendszer, és unblock, én próbálok erről lecsúszni, hogy ne zuhanjak bele ebbe a sportfogadásba, de amúgy a lottóknál rengeteg pénzt lehet nyerni, az itt a nagy gond, hogy itt akarom leszögezni a lottónál. A lottó és a totó és a luxor játékoknál sok pénzt lehet nyerni, például, hogyha tegyük fel egy ember megad 5 jó számot, 5 olyan jó számot, amit bemondanak a tévébe, egyből milliómos, elmegy a pénzért, és el lehet költeni majdnem egy hónap alatt azt a pénzt, amit megnyert. Feltehetően felelősség, ha megnyeri valaki a nyereményt, a főnyereményt, akkor az ne verdesse el rosszra a pénzét. Mindenkinek más reszortja van, mindenkinek más a úgymond kicsit az allergiám miatt is szenvedek a gondolkozással, de mindegy. Arra akarok ráhajazni, hogy mindenkinek a saját egyéniségére vonható az egész, mindenki máshogy költi el, ennyi. Tehát nagyban ennyit erről. Én próbálok nem a rossz útra térni, szerencsejáték függőségem nincsen még, így hát próbálok minden héten egy jó kis fincsi-fincsi témát hozni nektek ide a csatornára, és nem elverdesni a pénzemet felesleges szócsárokra, szerencsejátékra, próbálok nem erre térni. Még hozzátenném a szerencsejátékon belül vannak a kaparós sorsjegyek is, azban is van olyan lényeges, hogy nem nyersz, mert ha hát arra, hogy nyersz, az ritkán az egyhöz, a háromhoz, hogy megnyeri az adott ember a nyereményét azon a kaparós sorsegyen, így hát folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyban így 9 perc alatt ledaráltam nektek ezt az egész szerencsejátékot. Köszönöm szépen a figyelmet, szerintem ez maradt. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a mai videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, és nyomd be a csengőt, hogy le nem adj a következő fajta ilyen fajta videóról. Találkozunk jövő héten pénteken. Én mindig Laci voltam, és legyen szép napotok, sziasztok!
Thank you.